Üdvözlök mindenkit, Necroprim vagyok, jöjjenek, kértétek sokan, jöjjenek az Acolytes modok, és hogy hasznosak-e, nem hasznosak-e. Egy csomót kísérleteztem velük az elmúlt időben, és igyekeztem kideríteni, hogy most ezek tök jók-e, valamit hoznak-e a konyhára, vagy épp nem hoznak, és hogy mi a véleményem róluk, és beszélgessünk most róluk, aztán elmondom a végső konklúziót, hogy én hogy látom ezeket a modokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért szeretném, hogyha látnátok őket akcióban, mert szeretném, hogy ti is belefűződnétek ebbe a társalgásba, hogy hogyan érzékelitek a dolgokat, úgyhogy most kísérletezgetni fogunk, így live-ban élőben, szóval ez nem előre felvett videók meg semmi, hanem most itt élőben játszok velük, mert sokat kísérleteztem velük, és ahogy játszom, ahogy csinálom magukat a kísérleteket, úgy jutnak eszembe a dolgok, amiket lehet róluk mondani, úgyhogy elsősorban szeretném kezdeni a Weeping Wounds-zal, le is cserélem a body count-ot. A Weeping Wounds ugye az azt jelenti 45%-os status chance combo multiplier-re. Tehát status chance felépül, annál magasabb lesz a status chance, minél jobban kombózol. Tehát status chance felépül, hogyha minél magasabb a combo hányadosod. Ugye. Azt szeretném, ha megnézzétek egy kicsit akcióban, szerintem egy jó mód, és ebből a szempontból meg is éri berakni ugye a status chance-et, a jobb alsó, bocsánat, a combo multiplier-t a jobb alsó sarokban fogjátok látni. Berakok egy bombardot 90-es szinten, mert őt nehezebb lebontani, és igazából ugye amit bemutatni szeretnénk, az ugye a státusznak az emelkedése. Ennél a drágánál. És ha megnézitek, pillanat, ugye erre gondolunk, hogy ég, ég, és ég, és ég, és van egy nem tudom hányszoros szózó volt, most már se hányszoros. Mindjárt, tehát fölmegyünk kétszeres szorzóra, és minél magasabb szorzót érünk el a kombóval, annál magasabb státusz szebzést fogunk neki bevinni, csak hát szegény megpusztul még mielőtt. Tehát annál magasabb státusz fogunk neki bevinni, ezért inkább berakunk három bombardot, mert akkor annál jobban kijön az egésznek a lényege. Simulate, jó. És menjünk és zúzzuk le, építsünk fel egy jó kis kombót. Státuszoljuk le őket. Már kétszeres kombónál vagyunk, de amint ha látjátok a számokat, szép lassan, hát elpusztul szinte magától gyakorlatilag. Úgyhogy a Weeping Wounds, arról úgy gondolom, hogy egy igazán jó kis mód. Lássuk, hogy... Még mielőtt meghalok, nem kocsoltam be a képességet. Feltöltöm magam az élettel, azaz. És van egy két és félszeres kombó, és ez a két és félszeres kombóval sikerül megtámadni. Nem sikerült. Na, látjátok? Itt a lényege, mert ha megnézitek, egész szép számokban villog a státusz rajta. Tehát volt ott 600-as státusz is, és ez ödjétek el, tehát magas szinten, amikor számít, ez hihetetlenül... Hihetetlenül sokat számít abban, hogy lebontsa azt a bizonyos tömeget körülötted, és ez most csak három bombard volt, a legnagyobb veszély ugye a nullifier esetében áll fönn, még mindig, szóval a nullifier gondot nem volt meg, valaki azt mondaná, de amint látjátok, a Weeping Wounds egy nagyon izgalmas mod ebből a szempontból. Most rámegyünk egy kicsit arra, van itt nekünk ugye a Body Count nevű mod, lecserék a Jack Dedge-re. A Body Count az azt csinálja, a combo duration 12 másodperccel megnöveli. Nagyon sokat számít, mert ez itt láthattátok, a Weeping Wounds-nak kell a combo multiplier, és a Body Count segít ezt meghosszabbítani, mert például mire eltértem egyik bombartól a másikra, addigra már rohadtul mindegy volt, mert a combo multiplier-en megszűnt, ezért újra fel kellett építeni azt a státuszt. Úgyhogy most például, hogyha berakom megint, mit tudom én, berakok 20 butchert, most azért, mert velük könnyebb bemutatni ezt a dolgot, mert szanaszét lesznek a pályán, ugye ott van, azon a részlegen van 1, 2, 3, jó? És akkor a lényeg, amit figyelnetek kell, a combo multiplier-t a jobb alsó sarokban, na most ezek miért haltak meg? Istenem.
Combo multiplier, combo multiplier. Így. És ha figyelitek a combo multiplier-t a jobb alsó sarokban, föl fogok építeni egy... Mi a franc? Hát egyszerűen nem hiszem el, bazd meg. Hát nem ezt mondtam. Selectol, jó. Simulate, jó. Megy a boldogság, oké. Mert fölépítek itt egy valamilyen kombót. Azaz, most van egy kétszeres kombó, most ezeket gyorsan itt lezúzzuk. Oké, és most trallala, nyugodtan sétálhatok, mert tudom, hogy 12 másodpercen van, a body count nélkül már rég eltűnt volna az a kombó szorzó onnan, de 12 másodpercen van, így a Weeping Wounds még tud dolgozni, bővivel magas státuszt tud beadni, és van időm átérni a pályai másik felébe is, hogy tovább folytathassam azt a kombót, esetleg akár 4,5-szeres kombót is fel elérni. És ez igazán ahol számít, ez nem a 90-es szint. 90-es szint az lópikula, azt hiszem ennek a két módnak, hogy együtt dolgozzanak. És mint látjátok, még mindig tart, még mindig tart. Ez igazán akkor számít, amikor jön az a 130-as ellenfél fölötti című történet, akkor igazán jól fog jönni, hogy még mindig van egy kis időt kombózni, hogy meg mindig magas status chance tud rábocsájtani az ellenfelekre, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a Weeping Wounds egy nagyon értékes mod ebből a szempontból, a Body Count is egy nagyon jó mod ebből a szempontból, hogy megnöveli az a durésönyét a modjaidnak, de ugye a kérdés az, hogy megéri-e mondjuk lecserélni ezt a kettőt valami másik damage modra, mert most nekem például csak korrozívom van, ahhoz képest a bombardot egész jól lebontotta, hogy korrozívom van, de mi van, hogyha berakom a Jack Dedget a Weeping Wounds helyére, és a Body Count helyére berakom a Molten Impactot, rakom be, berakom a Molten Impactot, és még kapok egy ennyi heat damage-et, akkor mi történik? Tehát a kérdés az, hogy megéri-e lecserélni a dolgokat. Tehát most berakok megint három bombardot, és meglátjuk, hogy mit tudunk elérni. Tehát pofozom, pofozom őket, amilyen gyorsan csak pöröm. Azt kell mondani, hogy státusz van rajtuk, ugye, a izé miatt, a státuszmodok miatt, ami alapvetően benne van. Egész gyorsan bontja le, a combo multiplier az azonnal véget ér, szinte ahogy abba hagyom a dolgokat, de nem lassú, még így se akar. Szerintem nagyjából ugyanannyi idő alatt, bontja le a három izét, bombardot, korrozív heat damage-e. Azért raktam, direkt raktam heat damage-et, mert a heat damage tudom, hogy hat mindenkire szinte, mert ég. És nagyjából hasonló idő alatt bontotta le ugye a három bombardot ezzel a két moddal. És ugye ilyenkor jön a kérdés, hát a nekrobaszki, most szerinted ez megéri, vagy nem éri meg lecserélni ezeket a modokat, vagyis az elementál modokat kivenni, és berakni ezt a body countot, vagy ezt a weeping woundsot. Na most, őszinte leszek veletek, full élesben nem próbáltam ki 200-es ellenfelek ellen, mert azóta nem jártam olyan küldetésen, ahol ilyen szintű ellenfeleket kellett ölni, de az az érzésem, tehát szerintem, tehát így kimatekozva egy kicsit, hogy a body count és a weeping wounds igazán hatékony és igazán jó csak a 150 fölötti ellenfeleknél jó, tehát a végjátéknál jó. Miért? Mert a hit damage-nek és annak a kicsit több slash damage-nek meg lesz a véges határa, amit le tud venni az életből, akkor is csak 115 hitet tud de sebezni, és csak 117 resdemizset tudsz kiosztani. Érted? Megvan a határon, de viszont a Weeping Woods-nak mindegy, hogy hány az szinti az ellenfél, mert százalékos esély van combo multiplierrel arra, hogy státusz vigyél be, és minél magasabb a combo multipliered, annál magasabb státusz viszel be, és gyakorlatilag segít jobban lebontani a magas szintű ellenfeleket, és itt a lényeg, hogy segít gyorsabban lemondani a magas szintű ellenfeleket, míg az a hit damage, vagy az a fullos lezemés nem biztos,
hogy megéri, ugye. A body count, meg hogyha megszűnik az, hogy kardozzál, tehát hogy kardoznod kell és megszűnik, ez az opció nem veszi le a combo duration-t, és egy ugyanolyan erős kombóval tudod folytatni a kardozást. Szerintem ez a két mód együtt igazán elmebeteg páros tud alkotni, és a végjátékokban tud segíteni. Van még itt ugye egy ilyen mód, amit úgy hívunk, hogy Miming Strike. Hát, srácok, ez az a mod, ami esküszöm, ez meg, hogy én nem tudom, mit csináljak vele. Most lecserélem a Maiming Strike-ot a Body Count-ra. A Maiming Strike azt mondja, hogy slide attack has 90% chance to be critical hit. Azt jelenti, hogy becsúszol, 90%-os esélyed lesz egy kritikus ütésre. Elég jól hangzik, ugye? És mire alapoz ez? Most ez arra alapoz, hogy most egy kicsit beírom, és remélem, az előbb kísérletezgettem, és ugye nem láthattátok azt a videót, de pont az pont megütött azt a kritikusat, pont egy olyan izével, amivel szerettem volna, hogy lássátok. Pont egy olyan szinttel. Egy piros kritet írt ki, és az pont jó lett volna, hogy lássátok, de reméljük, hogy most is ki fogja írni. Elmegyek, és lepofozzuk azt a izét. Hogy működik a Miming Strike? Odafutunk, és paf, becsúszva kritelünk. Tehát akkor lesz egy kritikus 90% esélye. Láttátok a piros kritet? Tehát ez a Maiming Strike, ezt tudja. Na most, ez függ, hogy te milyen fajta kardozó vagy. Én Speszko vagyok ilyen, hogy mindig így megyek, az első ellenfelet szinte mindig így becsúszva fogom és ütöm meg. És ilyenkor a Miming Strike ad egy 90%-os kritikus hitet. Sőt, hogyha ugye gyakorlatilag becsúszol, vagy ha ott vagy az ellenfél, hát ez gyorsan lebontotta a semmi. Ha becsúszol, és ott vagy az ellenfélnél, ezt még meg akarom mutatni, mert ez is egy trükk arra, hogy a Maiming Strike-nak a kritikus hitjét előhozzuk. Hogy becsúszol, ugye pofozgatod az ellenfelet, pofozgatod, megnyomod a kontrollt, és akkor is becsúszol, és megnyomod a kontrollt, és megint becsúszol, és megint becsúszol, és akkor kontroll, és megint becsúszol, és láttatok, ott kiírt valami 1500-as piros kritet egy Dual Cleaversnél, Prism Dual Cleaversnél elég elmebeteg. Na most, ha te ez a fajta játékos vagy, ha te így tolod a dolgokat, tehát hogy mindig az újad valahol a kontrollomban, vagy be van rakva neked erre egy izé, egy makró, hogy ezt így csinálja, a Maiming Strike az a te izéd lesz, módod, az biztos. Tehát próbálgatod, és ha mindig így becsúszol, én közlekedek így becsúszva, és nyomogatom így a izék, és sokszor rányomok az igazság a kontrollal, hogy működjön. És a Maiming Strike így működik. A dolognak a hátránya az az, hogy ez, mikor sűrű akcióval nem mindig fog összejönni, nem mindig fog biztos, hogy fogsz így kardozni, de ha igen, akkor a Maiming Strike-ot is megéri használni ebből a szempontból. De eddig számomra, és ez én vagyok, számomra a Maiming Strike kevésbé hasznos, mint a Body Count és Weeping Wounds együttese. Úgyhogy én a Cleaversnél gyakorlatilag én benne is hagyom, nekem ez már az új modolásom a Dual Cleaversre, a Prisma Dual Cleaversre, és nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok vele, és nagyon jól bírja, mint hát láthattátok ti is. Na most van itt egy másik érdekes felül, hogy még kitérjünk ezekre a dolgokra, mégpedig a Tipedo. A Tipedóra mostanában kidolgoztunk egy érdekes modolást itt a többiekkel, viszont azt még hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezek a modok nélkül tökéletesen megvagy. Érted? Tehát ha nincsenek meg ezek a modok, hogy nincsenek meg a legtöbbje, kurvára mindegy, mert tökéletesen megvagy nélkülük is, de azt hiszem, hogy ott azt a picikét, mikor ki kell tolni, akkor számít, amikor végjáték legvégénél fognak igazán segíteni, főleg a Weeping Bounce, egy Miming Strike is az igazság. A Tipedóra van egy ilyen érdekes buildünk, hogy csak puszta slash damage, puncture, és tehát ennyivel alapozunk, és most én itt beleraktam mind a három modot,
a új modot, hogy hogy működik, mert amúgy úgy szoktam használni a tipedót egy ilyen buildbe, hogy van egy jackdash be van rakva, egy heavy trauma be van rakva, egy collision force be van rakva, és csináltunk egy ilyen modolás tipedóra, elképesztően hatékony, ki kell próbáljátok amúgy. Nagyon-nagyon-nagyon jó. És jön a bodycam, és most bent van ez a három mod, és akkor el lehet dönteni, hogy igazából megéri-e őket együtt hármat használni. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül éri meg. Tegyünk be mondjuk három bombardot, tegyünk be mondjuk 10 butchert, és nem tudom, lancert, tegyük be azt a 7 lancert, mindegy, oké. Okay. És csak karddal megpróbálom őket lezúrni, remélem sikerül. Meglátjuk. Nincs is nálam valami erős fegyver. És megnézzük, hogy mit tudunk kihozni belőle. Amit látjátok, azért megkilódik. A bombarda megkilódik, mert nincs semmi elementális sebzés. Ez igaz. De viszont ugye a tipedónak a sebessége és tehát a sebessége az, ami segít ennek a modolás technikának az erősségében. Tehát amit látjátok, sebezelme beteggel, és van ott rendesen státusz is, és crit chance is. És hát ha nem a kroma lenne, már rég meghaltam volna akármi a másik warframe-el együtt. De amit látjátok, jó a modolás, de a jackdedge-el és a izével többet sokkal nagyobb a sebessége, sokkal gyorsabban lebontja az izéket. Mindjárt lejárna. Tehát a tipedónak a kombó sorozata olyan, hogy megengedi ezt a modolást, hogy ne rakjál bele semmiféle izét, elementál modot. Hogyha nem raksz bele semmilyen elementál modot, akkor is működik. De mint látjátok, a body count miatt a kombó sorozon nem szűnik meg, ami egy fantasztikus dolog. Egyre magasabban stackelődik fel a status chance az ellenfeleken, a Weeping Wounds miatt. És gyakorlatilag milyen gyorsan fogy le egy 90-es mobnak az élete, úgyhogy nincs rajta semmiféle elementális sebzés, és már is a felénél járok. Úristen. Elképesztően jól működnek ezek a mobok, és ezzel, hogy nincs bent elementális sebzés, egy kicsit fel akarom mutatni azt, hogyha magasabb a 100-as szintnél az ellenfeled, akkor mennyit fog jelenteni ez a Weeping Wounds féle, Maiming Strike féle sebzés. Bevitte, azt láttátok, milyen szinten durván levitte az életét annak a bizonyos ellenfélnek. Na még hogyha egy kis channelingre is rányomsz, akkor itt kőkövön nem marad. Szóval az igazság az, hogy geci jól mondok, az igazság az, hogy meg vagy nélkülük is, de az is igazság, hogy én azt hiszem, hogy a végjátékoknál, a legvégig játékoknál ott igazán gecire kurvára fog számítani, főleg egy ilyen mod, mint a Weeping Wounds vagy a Body Count. Én ezt mondanám, szerintem kurva jó modok ebből a szempontból, de mint mondtam, meg vagy nélküle is, szóval no para, ha nincs meg valamelyik, de jó, jó, hogyha ott vannak, hogyha igazán arra tervezel menni, hogy arra, hogyha te az a játékos vagy, aki igazán a végjátékok felé tolja magát, a Warframe-ben, akkor szerintem jó fognak jönni ezek a modok. Ennyit a karmodokról, egy következő videóban pedig a rifle modokat fogom megmutatni, utána pedig majd a shotgunokat, úgyhogy maradjatok velem, mert lesz majd a másik videó. Sziasztok!